sportosat. Híradónk vendége Herédi Attila, az Újpesti Dózsa egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, Józsi! Lesz szó Újpestről is, de most elsőként a magyar labdarúgó válogatottról fogunk beszélni, hiszen tudjuk, Törökországban nyertünk 1-0-ra, itthon kikaptunk az oroszoktól 3-2-re. Így a kettőt összegyűrve, mi a véleményed a magyar labdarúgó válogatottról? Eredmények, azok mind reálisak, és hogy játszottunk? Vagy éppen nem reális? Uh-huh. Hát ha kezdjük az első mérkőzéssel, a törökök ellenivel, ott úgy gondolom, hogy mindenkinek meglepetést okoztak, még talán saját maguknak is, hiszen nézve azt a fajta fiatalos, lendületes játékot, ami meglepett szerintem mindenkit, az előtt le a kalappal. Aztán, ha ennek pont a homlok egyenest ellenkezőjét láthattuk az oroszok elleni első félidő által mutatott minőség és játék teljesítményében, amit nem nagyon tudok hova tenni. Nyilvánvalóan a Rossi mester keresi a megfelelő felállási formát és a megfelelő játékosokat ahhoz, hogy a bulgárok ellen minél fajsúlyosabban tudjunk fölállni. Most ebbe ez a két mérkőzés úgy fért bele, hogy a törökök elleni mérkőzés teljesítményéért le a kalappal, az oroszok elleni pedig mondhatjuk azt, hogy ha csak a végeredmény nézzük, hogy vállalható, de úgy gondolom, az első fél idő az pedig egy válogatott szinten vállalhatatlan teljesítmény volt. Rossz reménykeltőnek tartja a magyar csapatot. Tehát megyünk fölfelé, azt mondja. Uh-huh. Most egy kicsit én leszek a negatív, jó? Jó. Törökök. Törökök szövetségi kapitány nyilatkozta, egy idős játékos játszott, vagy kettő, többi mind 19 éves volt, mert azt mondták, hogy a csoport leggyengébb csapata a magyarok ellen játszanak, most kipróbálja őket. A mérkőzés után mondta is, hogy övé a felelősség, mert hogy a fiatalokat játszatta a magyarok ellen. Na most, hogyha ezek a tények, akkor ha innen nézzük, hogy a magyar csapat egy fiatal és nem az a török válogatott ellen játszott, még ha ugye az is, innen nézve milyen akkor a vetülete a magyarok győzelmének? Ami ugye egy nagyon-nagyon parádés szabadrugás góllal jött létre, még akár más válasz pattahatott volna a labda, tehát mondjuk ez tényleg mind métereken múlott, hogy ebből egyáltalán tehát gól lett. Igen, én azt mondom, hogy attól függetlenül egy győzelem válogatott meccsen bárki ellen, most legyen a San Marino, vagy akármelyik kis állam, az ellen egy gólos győzelem az mindig is elfogadható lesz. Úgy, hogy az első fél időben azért rúgtunk még két vagy három kapufát. Persze. Tehát jól nézett ki a jó, csak az, hogy a mozgás. Jó, egy fiatalabb olyan csapat ellen, akik szintén keresik mondjuk a generációváltásnak a lehetőségét és a fiataloknak a beépítését. Nálunk is hasonló szinten vagyunk. Én úgy gondolom, azért van egy-két poszt ebben a válogatottban, uh-huh. amelyikre ráférne egy frissítés. Másik oroszok edzők mondták nekem, 3-0 után összes profi játékos visszahúzza a lábát. Ezen nem lehet csodálkozni, ez teljesen normális dolog. 3-0-ra idegenbe vezetnek, persze, hogy visszavesznek. Jócskán. Ez valóban így van? Én úgy gondolom, ez teljesen normális, hiszen ennek a sorozatnak komoly tétje nincsen, tehát nyilvánvaló a legfontosabb az egészség, hiszen mindenki abból él, hogy a lába az egészben maradjon, és valóban lehetett látni, hogy 3-0 után már az volt a lényeg, hogy ezt lehúzzuk úgy, hogy győzelemmel, de sérülés nélkül, tehát másképpen játszottak. Én is úgy gondolom, igen, hogy ebben van igazság. Na, tehát ha innen nézve, akkor azért van fejlődés mindezek ellenére, hogy látjuk, hogy egy nagyon fiatal, ismeretlen török csapat ellen sikerült egy nagy szabadrugás góllal nyerni, illetve hát az oroszok 3-0 után egyértelműen előbb mondottak miatt ők már csak magukra vigyáztak.
Most ez megint úgy gondolom, hogy minden mérkőzés más és más. Uh-huh. Tehát a törökök ellen azt, amit láttunk mutatott játékban, hogy alakítottunk ki sok gólhelyzetet, alakítottunk ki lövőhelyzeteket, kapufákat rúgtunk. Igen, azt a csodálatos szabadrugás gólt, azt ne is vegyük ide, hiszen azért ilyen kevés van az életben. Elsült a lába a Szoboszlainak, de tudjuk jól, hogy ő nagyon rúgja ezeket a szabadrugásokat. De ha azt veszük, igen, hogy az oroszok ellen úgy kaptunk ki 3-2-re, hogy elméletek közünk nem volt a meccshez, amíg jól álltak hozzá. Igen. Addig akkor azt mondom, hogy ez csak szépségtapasz, hogy a 3-2-es vereség. Ez emögé nem szabad burkolózni vagy takarózni, hogy most csak egy góllal kaptunk ki. Na most pont ezért hoztam az egészet szóba, ezt az oroszféle 3-0-ás vezetés után vissza, mert most sokan azt mondják, hogy nagyon jók vagyunk, éppen, hogy majd döntetlent érdemeltünk volna, mert annyira jók vagyunk, az oroszokhoz felnőttünk. Én sem így gondolom. De ez nem reális. Igen. Nem reális, azt mondom, hogy most azzal takarózni, hogy csak egy góllal kaptunk ki, akkor ha valaki ebbe komolyabban belegondol, azt mondja, ennek nincs valóság alapja. Tehát azért kaptunk ki csak egy góllal, mert az ellenfél így állt hozzá. Bár azt is szokták mondani, hogy minden mérkőzésen van. Tehát a mutatott játékunkhoz kell az ellenfél is. Igen. Tehát jó, csak nálunk érthető volt, hogy 3-0 után kivégeztek bennünket, magukra. Így van, kivégeztek bennünket, tehát és utána valóban azt mondom, hogy onnan ha rúgtunk két gólt, amire azt mondom, szintén megsüvegelendő, csak kíváncsi lettem volna arra, amire mondjuk te is, vagy sokan mások, hogyha ez egy olyan komoly tétmeccs, amin több minden múlik, akkor valószínűleg nem ez a vége. De ez a ha kategóriába tartozik. Na most viszont most már, ha minden igaz, a járvány is úgy akarja, akkor most már tétmeccs jön. Így van. Bulgária ellen. A bulgár szakvezető bizakodva várja a magyar összecsapást. Noha ők kikaptak 1-0 most Velszben, az írekkel meg 1-1-et játszottak otthon. De azt vesszük, ők kevesebb gólt kaptak, mint a magyar labdarúgó válogatott. De tudod-e, hogy a két gólt, amit kapott a Velsz, mindenkit a 90. perc után kap. Néztem a pont a Velsz elleni mérkőzést. Azt a nyögvenyelőst láttam a 94. vagy a 95. percben kapták egy beadás után, ami mondjuk az angol szigeten élő csapatoknak az erőssége, hogy egy beadás után a fiatal liverpooli játékos befejelte a labdát. Masszív csapatnak nézünk elébe, Ha ott is tudnánk dominálni játékban, akkor lehet szanszunk. De mi megyünk oda? Így van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy attól függetlenül mi most bizakodóbbak az emberek annak fényében, hogy most nyertünk 1-0, és csak 3-2-re kaptunk ki. Minden mérkőzés más és más, ez egy tétmérkőzés lesz. Viszont a bulgárok is bizakodnak, mert ugye és az eredmények azt mutatják, hogy akár otthon. Figyelj, masszív csapat, nyilvánvalóan nekünk azokat a hibákat, amiket elkövettünk védekezés szintjén 0-0-nál, amikor a Szalai Attila rosszul helyezkedett, és egyedül vitték kapura a labdát, ez még 0-0-á szituációnál az oroszok ellen, amit kihagytak, vagy reméljük, hogy a Szalai nem fog ilyen hatékonyan védekezni a saját kapunk előtt, mert ő a Szalainak a lövését tudta semlegesíteni. Úgyhogy bizakodni lehet, de én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdőjel nekünk, igen, az a 9-es pozíció, hogyha felállási formákat veszük, amiben a Szalai játszik, hogyha azt ki tudjuk úgy használni, hogy az ő, hogy finoman fogalmazzak, már nem a mozgékonyságára építünk, hanem arra, hogy a kapu előtt jól feltalálja magát, ahhoz viszont oda kellene a bulgárokat szögezni a kaphoz. Hogyha oda el kell jutnunk, tehát ha mi kényszerülünk ott védekezésre, akkor nekünk nagyon komoly problémánk lesz azzal, hogy hogyan tudunk gólt szerezni. Nikolicsnak akkor most ott a helye válogatottban? Hát körülbelül én úgy gondolom, hogy annyi a
annyi a realitása az ő játékának, mint a Szalainak. Tehát úgy gondolom, hogy én szerintem ez a pozíció az, ami a válogatottnál komoly hát gyengeségre valhat. Attól függetlenül mind a két játékosnak hatalmas múltja van, de úgy gondolom, hogy már nem ővé ki a jövő. Mm. Tehát oda vagy egy olyan típusú játékos kellene, akiben van sebesség, és meg tudja oldani előrefelé, akár egy az egyben is a játékot, hanem akkor viszont a csapatként kellene úgy dominálni, hogy mi legyünk ott az ellenfél 16-osánál. Szoboszlai? Most sokkal többet kaptam tőle, mozgékonyságban, játékban, a gólját azt ne is említsük, mert az nemzetközi szinten is megsüvegelendő. Megint rátett egy-két milliót az árára, szerintem ezzel a két mérkőzéssel. Nekem nagyon nem tetszett, amit az Uruguay ellen láttam tőle itthon a Puskás stadion avatóján. Ez a két mérkőzés viszont pozitívan billenti ő felé a mérleg nyelvét. Mi érdekes? Van, akik azt mondták, hogy Holman ezerszer jobban játszott. Pro és kontra, tehát ennek. Így van. Milyen, azért mondom, szakemberek szintén, igen. Tehát megkérdeztem őket. Mi a véleményed Holmanról? Ő is egy olyan típusú futballista, aki tudja támadójátékot hatékonyan segíteni. Nagyon jó meglátásai vannak. Benne is minden megvan ahhoz, hogy egy csapatnak a vezére legyen. Innentől kezdve a szövetségi kapitánynak a döntése, igen, hogy milyen felállási formát választ, hány szervezővel akar játszani, és a többi, és a többi. Ez már innentől kezdve nevezhetjük úgy, az a szakma döntése, igen, hogy ki játszik. Hiányzik? Hiányzott Dzsudzsák Balázs? Szerintem nem. Hát a Balázsnak a teljesítménye válogatott szinten is megsüvegelendő, de úgy gondolom, hogy az utolsó, most nem menjünk bele a számokba nagyon, de utolsó jó néhány évében kevés olyan teljesítménye volt, mint amikor ő berobbant a világ élvonalába, tehát amikor a Hollandiában fölkapott és keresett játékos lett. Onnantól kezdve ő teljesítménye már sajnos. Az én időmben úgy hívták a Dietári Lajos, aki hihetetlen zseniális és világszinten elismert futballista volt, de vele is az volt a probléma, hogy amikor a Mezei Gyuri azt mondta neki, hogy ha még egyszer elmész hátra, elkéred a nagy antéktól a labdát, magyarul a védővonalba, mert az a legkönnyebb, és onnan elindítgatod, akkor nem fogsz játszani. Tehát neked elő kell, mert te csatár vagy. Neked az ellenfélnek a védelmét kell megbontanod, neked ott kell alkotnod, mert azt mindenki meg tudja csinálni, kis túlzással, legügyetlenebb is, hogy onnan hátulról elkéri, azt eliveli. Tehát ebben nincsen, ez nem olyan szintű futballistának a sajátossága, akinek elő kell alkotni. Igen. Úgyhogy szerintem a Gyurcsa... Szót fogadott? Hát, de meg kénytelen volt, tehát a Gyuri bácsi, aki nem fogadott szót, az már nem volt válogatott. Úgyhogy róla lehetne anekdotázni sok mindent, hiszen a védőknek is, most itt is voltak olyan védők, akik, amikre azt mondta volna a Gyuri bácsi, hogy ha egyszer meg lehet csinálni, de ha még egyszer megcsinálod, nem vagy válogatott játékos. Mert a válogatott játékosnak az a sajátossága, hogy olyan hibákat nem dob, ami az összes többi dobhat, aki a saját posztján játszik, de nem ő a válogatott. Igen. Tehát ő az összes jobboldali védőnek, vagy a belső védőnek a legjobbja, hiszen ő van a válogatott csapatban. Igen. És ezt úgy kell kezelni. Tehát mindenkinek alanyi jogon jár a hibázás, de hogyha két hibát, vagy ugyanazt a hibát még egyszer elköveted, akkor te nem vagy válogatott szintű játékos, mert nem tudod saját magadat korrigálni. Ezt betartjuk? Kapitányok mostanában? Hát, nehéz. Nehéz, de szerintem nem. Mert nyilvánvalóan a másik fele pedig az, amit szintén a Mezei Gyuri is ezt a példát követte, amit ha kicsit még jobban visszanyúlunk az időben, Baroti Lajos, aki négyszer vitte ki a magyar válogatottat a VB-re, hogy csapatot építeni kell. Tehát nem a legjobb formában lévő játékosoknak kell válogatottba játszania, hanem ott neked le kell tenned a voksodat egy olyan
keret mellett, amire tudod, hogy te akarsz építeni, mert neked van egy futballról vallott filozófiád, elképzeled, hogy mit akarsz játszatni a csapatoddal, igen, és arra tudják, ők alkalmasak. Szerinte ők tudják. Így van. Tehát most ez a szövetségi kapitányoknak a sajátossága, vagy a privilégiuma, hiszen ha a bizalom él, akkor nyilvánvalóan tudsz csapatot építeni. Ha nem, akkor pedig törekednek el arra, hogy minden mérkőzésen nyerjen. Na mindegy. Október 8, Bulgária, Magyarország. Ott kiderül. Ott kiderül. Kiderül, hogy valójában ez a két mérkőzés, ez most mit is ér, mármint tudásban. Majd akkor. Most lehet, most lehet okoskodni. Igen. Az a szép a labdarúgásban szokták mondani, hogy bármi lehet, és az ellenkezője is. Igen. Tehát nem is szeretek nagyon okoskodni, hogy most mi várható kint. Egy biztos, hogy más meccs lesz, mint ahogy mondtad, és a bulgárokat tilos lekezelni. Pontosan. Ebben úgy gondolom, hogy a Rossi személye az garancia lehet, hogy ő azért úgy látom, ha törökök ellen is olyan szinten fel tudta tüzelni a játékosokat, hogy tudtuk játszani a domináns játékunkat, akkor reméljük, hogy most is kitalál olyat, ami a segítségükre válik. Igen, csak most a bulgároknak is tétre megy, és ott akkor a törököknek nem ment tétre, mert igen, ők másképpen álltak az egészhez hozzá, mondvá, hogy leggyengébb ellen játszanak a csoportba, most ráérünk a fiatalokat futtatni. Itt viszont ezt a hibát biztosan nem fogja elkövetni a bulgár szövetségi kapitány, úgyhogy izgalmas meccs lesz. Igen. Csak legyen. Ugye? Az a másik, hogy legyen. Igen. Hogy legyen. Hazai. Benne Ferinek ma van a születésnapja. Most ilyenkor tud örülni, vagy még mindig hordozza magában, hogy elküldték a Vasastól. Te jól ismered, dolgoztál is vele együtt. Igen. Hát az edző ezt mindig úgy éli meg, hogy belehal. Tehát amikor idézőjelbe bennünket nem elküldtek, hanem nem hosszabbítottak szerződést Újpesten, még a Váridi Péter féle utolsó bajnokcsapat után 2000-ben, akkor én körülbelül 5 évig a stadion közelében nem mentem. Kis túlzással a negyedik kerületet elkerültem, hiszen igazságtalanságként éltem meg azt, hogy nem maradhattam szeretett klubomnál. Most nyilvánvalóan az edzők is úgy kell, hogy megközelítsék ezt a fajta történetet, hogy ő, mint edző, először magában néz, és eldönti azt, hogy én most hibáztam valahol, vagy sem, le kell vonni a konzekvenciákat, aztán, hogyha ebből okos, akkor tanul, hanem akkor pedig bajba lesz. Én őt azért sajnálom, mert egy szakmailag felkészült embernek tartom, egy jó embernek tartom, aki talán nem kapta meg azt a fajta segítséget a tulajdonosi körtől, amit szerintem egy edzőnek meg kellene kapnia, mert ha egy tulajdonosi kör leteszi a voksát egy edző mellett, akkor kutya kötelessége, hogyha látják azt, hogy itt ez nem szakmai probléma, tehát nem azért kapják a vereséget, mert az edző háttal ül a kispadon, kis túlzással, akkor viszont ő nekik kötelességük lett volna az, hogy ők csapjanak a lova közé, hogyha egy kicsit más szóval közelítjük meg ezt. Érinti a kérdésem ezt, aki okos, azt tudni is fogja, miről van szó. Milyen és mennyire nehéz egy magyar edzőnek teletömött zsebű játékosoknak dirigálni? Mondom meg egyszer, egy magyar fizetésből élő edzőnek mennyire nehéz, mind pedagógilag, mind szakmailag, mennyire nehéz ez a munka? Borzasztó nehéz. Tehát úgy gondolom, hogy ehhez egy nagyon komoly karakternek kell lennie egy embernek ahhoz, hogy ezt tudja kezelni. Tehát, és ráadásul azt láttuk, hogy a Vasasnál nem szűkölködnek a pénzben, tehát minden játékos, még az is, aki mondjuk nem volt kezdőjátékos, vagy netalántán még a
Igen. A NASZ úton volt, vagy fenn volt a lelátón, még úgy gondolom, hogy az is hihetetlen összegeket keresett, és ezt a legnehezebb kezelni, hogyha nem kapod meg azt a fajta támogatást, hiszen te lehetsz jó edző, meg lehetsz jó ember, csak hogyha ha sok kis király úgy gondolja, vagy primadonna, más szóval, akik mind azt gondolják, hogy nekik velük kellene, hogy kezdődjön a csapat, csak éppen azt a pályán nem mutatták meg. Ebbe kellett volna, én úgy gondolom, hogy a tulajdonosi körnek, vagy ha most egy kicsit leszűkítjük ezt a kört, akkor a Nagy Miklósnak, aki a sportigazgatói pozíciót és a kisebbségi tulajdonosi pozíciót is betölti, neki kellett volna olyan szintű intézkedés hozni, hogy az öltözőben kiáll a Bene Ferenc mellett, és azt mondja, hogy uraim, na, még egy ilyen teljesítmény, és akkor innen 5 ember ki van rúgva, tök mindegy, hogy most igazoltuk, vagy mennyi pénzért, akkor innen mennek, amerre látnak. Azért, hogy a többi észhez kapjon. Igen. Vagy most akkor innentől kezdve, igen, most mitől kapnak észbe? Semmit. Ez a teletömött konkrétan semmit. Józsi, tehát úgy gondolom, aha, hogy így nem fog változni semmi. Kíváncsi vagyok arra, hogy nem tudom, van-e hír arról, hogy kiben gondolkodnak, mint edző? Egyelőre még nincs. Mert ez a Kuttor-féle, nem, ez, nem, én nem, úgy gondolom, ez hatalmas nincs kacsa, persze, hogy bedobnak egy ilyen nevet, aki idézőjelben most egy felkapott, igen, edző, igen, de most... Na mindegy, ezért mondom, hogy szerintem nem külföldi edzőbe fognak gondolkodni. Pont az előbb föltett kérdés miatt, és ugye van a magyar labdarúgó válogatott is, ahol nem véletlen csak külföldi edzőbe gondolkodnak az előbb említettek miatt, mert, igen, mint tudjuk, az elmúlt hosszú évek során ebből nagyon sok konfliktus volt, ami ugye házon belül maradt. Igen. De nem, pont ez volt a konfliktus oka, hogy... Igen, ilyenkor én úgy gondolom, hogy egy edzőnek nem szabad szépen meghalnia, mint ahogy a Ferike tette. Igen. Mert ott el kell kezdeni, igen, csapkodni maga körül. Igen, csak azt ezeket az kirúgni, edzőket meg a tulajdonosok nem akarják. Azt a baj, igen. Most vagy homlok egyenes ellenkező karakterű edzőt fognak keresni, mert hiszen ha a Bene Feri féle jó szakember, jó ember kategória ennek a csapatnak nem felett meg, akkor kell találni egy olyat, aki ennek az ellenkezője. Biztos, hogy nem magyar edzőt fognak, mert akkor minden marad a régiben. Hát tulajdonképpen a magyar edzők között is van olyan, akinek nincs jó híre. De azt meg a tulajdonos nem akarja. Tehát ez a gond, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a magyar labdarúgásban nagyon sok edzőtől hallom itt kint a folyosón, hogy igazából vezetői válság van. Nem edzői válság van. Ez a legnagyobb probléma. A magyar futball. Egyetértek, tökéletesen egyetértek. Hiszen nálunk most nem menjünk messzire, a Bayern Münchennél 20 éve ugyanaz a vezetői garnitúra, akik ott futballoztak. Beckenbauer, Uli Hoeneß, Rummenigge. Jó napot kívánok! Itt voltam futballista, itt vagyok vezető, és ez a klub úgy működik, ahogy működnie kell egy ilyen szintű klubnak. Mert ők tudják is, hogy kell működni. Igen. Ők ültek olyan öltözőben, ahol ugyanilyen tétremenő mérkőzéseket játszottak, mint a maiak. Működik a klub. Hihetetlen pozitív gazdasági háttérrel. De működik. Míg nálunk nézzük meg, hogy minden klubnak tulajdonképpen olyan tulajdonosa van, vagy majdnem olyan tulajdonosa van, aki nem a futballból jött, és nem régóta csinálja ezt. Igen. Mindemellett megsüvegelendő, hogy tesznek bele pénzt, de mégis úgy gondolom, valami hiányzik. Zárásként. Igen. Újpest-Kisvárda mérkőzés lesz Újpesten vasárnap. Uh-huh. Még egy vereség Supka állásába kerül, azt mondják. Hát tudjuk jól, hogy a Révész Attila nem könnyű eset, igen, mint vezető, és ő nála egy dolog számít, az eredményesség, és most könnyedén szórták a pontokat, ha lehet azt mondani, hiszen a Budafok és a MTK volt, ami fájó pontok veszítését jelentheti. Benne van a pakliba. Bár úgy gondolom, hogy az Újpest sem nagyon vitézkedhet, vagy nagyon nem teheti ki a kirakatba azt, amit idáig letettek. Na most ugye
a Kisvárda ugye a Honvédot megverte 2-1-re itt. Mi várható akkor zárásként? Hát Újpesten lesz elég sok hiányzó a kiállítások miatt, úgy gondolom. Úgyhogy, és ők sem dúskálnak olyan szintű játékosokban, akiket mondjuk előre lehet rántani a kalapból. Hát egy tipikusan olyan mérkőzés, fájó azt mondani, hogy egy Újpest-Kisvárda mérkőzés három esélyes. De most visszahozták a szerb játékost, akit a nyáron megvártak, most újra leigazolták. Tehát... Köszönjük szépen. Tehát ez most megint egy átgondolt szakmai döntés lehet. Így van. Ezzel tulajdonképpen jeleztük, hogy Újpesten, a Megyeri úton minden maradt a régiben, csak a vezetőedzőt hívják másképpen. Igen. Így gondolom én is. Köszönöm szépen, itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. További sportosat.